Azt gondolom, hogy különösképpen nem kell részleteznem, hogy mit váltott ki az, amikor tavaly nyáron a kormány idézőjelesen megvédte a rezsicsökkentést. Rengeteg magyar vállalkozás ment tönkre azóta, nagyon sok magyar dolgozó, nagyon sok magyar család került nehéz helyzetbe, ugyanis az átlagfogyasztás, amit kommunikáltak, az nem igazából fette a valóságot, és ezért azóta nagyon sokaknak kellett irreálisan magas számlákat kifizetni. Erre jött még rá a brutális magas infláció, az egyébként is alacsonyan lévő magyar bérek gyakorlatilag teljesen elveszítették az értéküket, és az esetleges emelések még arra sem voltak elegendőek, hogy az infláció mértékét lekövessék, így még egyszer mondom, sok magyar dolgozó, sok magyar család nehéz helyzetbe került, jelentős hányaduk pedig lassacskán már kilátástalannak gondolhatja a helyzetét. A kormány azt mondta tavaly nyáron, hogy nincs mit tenni, nem tud más tenni, ugyanis a világpiaci árak magasak, csak hogy ma az a helyzet, hogy a földgáz köbméterét 128 forintért kapjuk az oroszoktól, ehhez képest az úgynevezett átlag felett fogyasztók számára továbbra is 767 forint a köbméterenkénti földgáz ár. Ez igazságtalan és most már nem is indokolt, ugyanis régóta csökkent már a világpiaci ár, így a Mi Hazánk mozgalom azt gondolja, hogy változtatni kell ezen a gyakorlaton, azon a gyakorlaton, amelyik fölveti a tisztességtelen számlázás gyakorlatát, ugyanis a kormány továbbra is ragaszkodik ehhez az árhoz. A Mi Hazánk arra kéri ezért tehát a kormányt, hogy gondolkodjon el, változtassa meg és a realitásokhoz igazítsa a számlázási gyakorlatot. Már csak azért is, mert a tegnap esti kormányinfón éppen Gulyás Gergely buktatta le úgymond saját magukat, amikor egy kérdésre azt felelte, hogy nem lesz indokolt idén, hogy csak 18 fokig fűtsék a közigazgatásban az épületeket, ugyanis, mint mondta, jelentősen olcsóbbak már az energiaárak. Hogyha ez így van, már pedig miért lenne így, hát látjuk, hogy így van, akkor még inkább érvényes a Mi Hazánk követelése, hogy ne sarcolják meg a magyarokat.